Pálinkás, jó reggel, srácok, sziasztok! A mai videónak az apropója az egy, hát nem túl messze, de egy kellemes távolságban lévő cím lesz. Érre megyünk, tőlünk ez olyan, hát egy olyan fél órányira van, hála a jó égnek, nem is tudom, mi történt, hogy ilyen közeli címet kaptunk. Szóval oda fogunk menni, ám a dolog szépsége az az, hogy ez egy zsindejtető lesz, ahova 16 darab, hát emlékeim szerint 405-ös Ryzen napelemet kell majd feltegyünk. Ám ahogy nézegettem a felmérési gépeket, 12 darabot fektetnünk kell, tehát el kell fektetni, meg 6 darabot állítva. Hát ez aztán egy zseniális dolog lesz. És ráadásul, ugye a napelemek alatt lent lesz az inverter valahol ilyen fészerbe vagy hol a fenébe, viszont onnan előre kell vigyük az AC-t, tehát azt az elektromos áramnak szánt vezetéket, amit a villanyóra környékén kell majd valószínűleg bekötni. Úgyhogy jó lesz, és elvileg földkábelt fogunk vinni. Ezért gondoltam, hogy erről csinálok egy videót. Emlékeim szerint 5x10-es földkábelt fogunk elvinni előre. 65-70 méterünk lesz az AC nyomvonal, úgyhogy ha érdekel titeket ez a videó, tartsatok velem, és most egy kicsit fogom, beindítom a céges gépet, tiszta egymerő jég, leolvasszuk. Na gyertek, nézzük meg, hogy mi a helyzet. Most várjuk a csodát. Reméljük gyorsan leolvad, mert rohadt hideg van. Hát mondjuk nem is olyan vészes, mert igazából csak mínusz egyet mutat. Ez a pittyegés meg, amit hallottok, ez nem más, mint az AdBlue. Mert a gépjármű azt szerintem konkrétan eszi az AdBlue-t, nem is zabálja, hanem eszegeti. De olyan szinten, hogy 10 liter tankoltunk bele, hát talán 800 km-rel ezelőtt. És már megint kiírta. Úgyhogy jó dolog ez az AdBlue, baszod drága, de kell a kocsinak, mert amúgy letilt. Jó? Felmegyünk mindjárt a raktárba, megjönnek a srácok, felmegyünk a raktárba, leolvasztjuk ezt a kiséget a szélvédőről, felmegyünk a raktárba, és akkor ott bepakoljuk, ami kell. Na hát srácok, itt vagyunk a raktárba, bepakoltunk egy-kettő dolgot, srácok még vagdalják a sineket, aztán utána jönnek a napelemek, hát megmutatom, hogy néz ki a kocsi. Ilyen belül a sztori, ide raktuk be a sineket, ide jön még napelem fektetve, úgyhogy túl sok hely nem lesz, viszont a dolog szépséghibája, hogy azt is el kell vigyük, az egy olyan 300 kilós dob földkábellel. Úgyhogy ennyi a sztori, majd jelentkezünk még, most elvileg elmegyünk amúgy raktár után lángost tenni. Itt vagyunk az M6-os autópályán, haladunk értfele. Itt eljöttünk a Százhalom Battai Molkút mellett, és így hirtelen eszembe jutott. Valamelyik nap voltunk ismételten Szlovéniába, át kellett menjünk, és úgy visszajönni Magyarországra az egyik címünkhöz.
és bementünk ott az Aldiba, ami mi volt? Hoffer? Hoffer. Ami Hoffer volt, és azt megelőző egy-két napon belül én vettem egy ilyen villanyszerelő csavarhúzó készletet Magyarországon az Aldiba 3000 forintért. Na már most, ugyanez a készlet a Hofferban, Szlovéniában, tehát pontosan ugyanez, magyar felirat ugyanúgy rajta van minden srácok, 4,99 €. Azaz 5 €. Még ha 400 forinttal is számoljuk az eurót, még akkor is csak mennyi? 2000 forint? Tehát 2000 forintba kerül a hanyatló nyugaton egy olyan készlet, amit itt 3000 forintért adnak el akcióban. De erről majd mindjárt teszek be nektek egy képet, mert hál' Istennek van, lefotóztam. Ezt csak így zárójelbe jegyeztem meg, hogy a hanyatló nyugaton többet keresnek, kevesebbet kell költsenek, nem baj, előre megyünk, nem hátra, mindenki más mehet a picsába. Valahol itt vagyunk az utcában, de hogy hol van pontosan a címünk, azt még nem tudjuk, mert 89/B számot kell keresni, és ezt a Waze nem annyira tudja. Meg valami olyan információnk van, hogy valami darukezelő az ügyfél, azt fel kell hívjuk, majd mit tudom én, tehát ilyen tök lényegtelen dolgok. De szerintem az lesz a legjobb megoldás, ha nézzünk egy 77-es házszám, 79-es, és jövünk még kicsit tovább. 85, és akkor itt fogjuk magunkat, kicsit félreállunk, bár szerintem ez lesz itt az a címünk, mert nekem ez nagyon ismerős ez a ház, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy hát elvileg megjöttünk, viszont annyi a történet, hogy mindjárt mutatom, hogy hova kellene beálljunk. Na nézzétek csak. Ide azt mondták, hogy lakókocsi mögé álljunk be, és oda hátra rakjuk. Na már most, hogyha én ezzel beállok ide, az annyira nem lesz jó, mert a lakókocsi ez nem egy olcsó dolog. Ezt, hát finoman fogalmazva össze fogjuk baszni az egész lakókocsit, meg nem is fogunk odaférni a tetőhöz. Szóval majd mindjárt beszélünk az ügyféllel, és akkor megpróbálkozunk kicsit alkudozni vele, hogy ezzel a lakókocsi vagy valamiben ki kellene állni. Megpróbálunk. Srácok, az a sztori. A lakókocsival nem tudnak kiállni. De álljok be egy olyan felületre, ahol szerintem el fogunk süllyedni, mert ez az autó azért nem egy könnyű sztori. Főleg így most megrakva. Na mindegy. Megpróbáljuk, azt akkor kiderül. Annyi a sztori, hogy a lakóautóval nem tudnak kiállni. De betolattunk. Csak nézzétek meg, hogy így azért elég necces a történet. Na mindegy, majd lesz valahogy. Na hát itt vagyunk fent, fektetve lesznek a modulok. A felső részre, azaz ide. Ide kerül 8 darab elfektetve, tehát 4-4-be, és alá ugyanígy lesz. Ezeket a trapésineket fogjuk használni, amik itt vannak alul, úgyhogy nekiállok, és elkezdem befurkodni. Yeah.
Na, srácok, elkészült a sinezés, de itt látjátok a hátam mögött, ez csak a trapéz felrakását jelenti. Most jönnek az MKH vezetékek, azaz a zöld sárgák, amivel az EPI házást megcsináljuk. Tehát folytonossá kell tegyük a földelést. Hülyeség igazából, mert alumínium keretes napelemet használunk, tüskés EPH köztessel. Az azt jelenti, hogy van rajta egy ilyen kis csavar, amit amikor ráhúzunk a napelemre, ugye a köztest ez fogadja le a napelemet a sínre, akkor belemar az alumíniumba, ezáltal így vezeti, ugye ad a alkalomattán az elektromos áramot. És ez viszont egy egész tábla, de nem baj, mert itt a hátam mögött látjátok, sínek szépen össze lesznek ugyanúgy fogadva a zöldsárgában. Azt fogjuk most csinálni, illetve itt fogunk bemenni, úgy ott fogunk bemenni, hát ezen a kis Gané USB-n, nem is tudom, hogy egyáltalán ki kell lefúrni, vagy elég, hogyha bedugom az ujjam, azon fogunk bemenni, ott vezetjük be a 25-ös gégecsövünket, ahol kettő kör fog bemenni, ugye, mert itt van fölül 8 darab napelemünk, illetve eltérő dőlés szöggel ugyanúgy fektetve lesz 8 darab alul, tehát ezt kettő körre fogjuk kötni. Úgyhogy ezt csináljuk most, csinálok arról is felvételeket. Na, ezeket hívjuk mi EP házásnak. Ezeket a kis zöldsárga vezetékeket fogjuk ott a sinekkel összekötni, ugye? És így a sinek lesznek összekötve ezek által. Így folytonossá tesszük az egészet, majd pedig a zöldsárga vezetéket levisszük az inverterig, teljesen oda bentre, ahova rakjuk az invertert, és akkor ott pedig a földelést ugye visszük tovább a bekötési pont fele, és így lesz megfelelő a földelése és a rendszernek, illetve nem megfelelő, hanem szabály szerint. Na, így néz ki az EP házás, srácok. Így van összekötve minden ugye mindennel. Ide raktunk egy darab gégét, mert ugye a napelemek nagyjából így ebbe a síkba lesznek és följebb, tehát itt egy rész kilóg, oda akkor raktunk egy gégecsövet, hogy ne lógjon a szabadon, és igazából ennyit ez a tő. Na hát srácok, felpakoljuk a kábeleket ide a tetőre, így, és elkötözgetem, azt mondja, hogy mindegy, mindjárt lerakom a kamerát, mert egy kézzel ez így kellemetlen, és akkor látni fogjátok ti is, hogy mi zuhan. Elkötjük itt fönt a vezetéket. Hát, nem mindenki szokta elkötni, mi elkötjük, mert azért mégse jó, hogyha nagyon lóg minden. Ez itt el van kötve. Oké, a vezetéket majd elrendezzük, az itt fog a sinen keresztül menni. A napelemem tehát védve lesz, ott pedig gégecsőbe fog átmenni a másikhoz. Ide legfölülre pedig elkötjük ugye a hímtagot. Ide bedugjuk. Ezeket a trapéz sineket érdemes átfurkodni, mert amúgy nem fogjátok tudni átfűzni ez alatt a kötözőt. Itt egy jó pár helyen azért én átfurkodtam. Nem kell egy nagy lukat rá csinálni. Itt alul igazából nem károsítod magát a sincsem. 8-as fémfúróval így átfúrom. Így gyönyörűen arra elég, hogy a magát ugye a kötözőt át tudjuk rajta vezetni. Nagyjából ennyi. Így elkötjük szépen a vezetékeket is, hogy ne lógjon, és fogjuk, megfogjuk egybe, és elhozzuk lefele. Belehúztam gégecsőbe ezt a kettő vezetéket, ami fentről jön. A gégecsövet is fogom magam, és elkötöm ide alulra, hogy le ne csúszson ugye a vezetékről, mert akkor annak túl sok értelme akkor nem lesz. Magyarán szólva, adtunk a szarnak egy pofont. Ez így, király, ez így nem jön le. És ezt a gégecsövet, ezt lerögzítem itt alul is, így már aztán végképp nem tud innen elmozdulni.
lejöttem a létráról, megnézzük, hogy egészen pontosan hol lesz az inverter. Hát nem sok fény van itt, de szerintem itt a lényeget látni fogjátok. Azt mondja, hogy itt van a, itt vannak a dobozok, EPA potenciál, ott az inverter, így csatornába eljövünk, és majd valahogy itt fogunk feljönni. Itt hoztam be a gégecsövet, vezetéket, szerintem maradt rajta bőven, elég lesz most ide a srácoknak, úgyhogy nagyjából ez a történet itt ennyi, de kimegyek vissza, és akkor megmutatom kicsit távolabbról magát a tetőt, közben itt vannak mögöttem a napelemek, ezeket már sajnos ki kellett pakoljuk az autóból, mert addig nem fértünk hozzá különböző dolgokhoz, és megmutatom a mai napnak a szépségét, ami nem más, mint ez a gyönyörű szép kábeldob, ami itt van az autóba bent. Na, hát ő szerintem van egy 200-300 kiló, és ezt kell majd elhúzzuk valahova, itt át a bokrokon, itt elvisszük, ott le, és valahova oda teljesen előre el kell húzzuk, de a mikéntje még számunkra is kérdéses, na mindegy. Úgyhogy ez maradt még hátra, illetve hát a mögött annak a felületnek a modulozása, ami szerintem, hogy olyan fél óra, 3-4 órán belül készen lesz, majd arról is csinálok videót, és a legfontosabb dolog az ott van bent, mert ha bárhova megyünk, akkor azt tudnotok kell, hogy nagyon-nagyon szívesen fogadunk bizonyos dolgot, ami nem más, mint a kávé. Úgyhogy, srácok, most megiszom a kávét, aztán lerakom egy kicsit a kamerát tölteni, megvárom a srácokat, míg visszajönnek a boltból, és aztán kezdődik a modulozás. Elkészült a modulozás. Igazából nem volt semmi extra, minden úgy történt, ahogy vártuk. Szerintem tök jó az egész. Most mindjárt felmegyek és megmutatom nektek. Amúgy szerintem nagyon jól néz ki, tök jó lett az egész. Úgyhogy nézzétek meg magatok. Ilyen, mindjárt rakok be róla vágóképeket. És most kezdődik a szívás. Kacok, behúztuk a földkábelt, ilyen bokrokon keresztül kellett elhúzzuk ott alul a földkábelt, és nézzétek csak, itt így, itt, ott a kábel, ott van úgy, azt úgy látjátok, ott megy, úgy, és itt végig kellett vigyük, egészen oda előre, nem volt egy öröm, egészen pontosan 95 méter 5x10-es kábelt húztunk el. És hogy milyen az 5x10-es kábel, csak úgy szemléltetném,
Tehát ő az 5x10-es kábel, ide rakom a hüvelykujjam, így látjátok, hogy mekkora. Tehát ekkora kábelt kellett elhúzni. Úgyhogy nem volt valami hatalmas nagy öröm. Most az inverter felszerelésénél van még egy-kettő dolog, és akkor megvagyunk a mai napra. Itt mögöttünk akkor az elkészült napelemes rendszer. Összesen 16 darab 405-ös Risen modul került felszerelésre, egy 8000-es Soulplanet inverterrel, és ez lett bekötve előre földkábellel. Ja. Úgyhogy köszönöm, hogy eddig is itt voltatok. Ha tetszett ez a videó, akkor legyetek velünk a legközelebbiben is. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!